Boros üveg a zöld, színes üveggyűjtő konténerbe. A szétszaggatott, összehajtogatott papírdoboz pedig a sárga kukába. A szelektív hulladékgyűjtés alapjait már egyre többen ismerik, és a lakosság igyekszik tudatosan és helyesen kezelni a háztartásban keletkező hulladékokat. Itt azonban nem ér véget egy flakon vagy egy üveg útja. Ott kezdődik a mi feladatunk. Ezt a feladatot, illetve munkát szeretnénk bemutatni 17-én a nyíregyházi, kisvárdai és nagyeseri hulladékkezelő központjainkban. A legérdekesebb talán a nyíregyházi hulladékkezelő központ, mivel itt a hulladék, a szelektív hulladékútja és a vegyes hulladékútja is követhető, tehát megnézhető az, hogyha otthon valaki a kék-sárga kukába kiteszi a szelektív hulladékot, akkor az nálunk hova kerül, hogyan halad át a válogatógép soron, kézi válogatás hogyan történik meg, és a végén hogyan lesz belőle bálázott másod nyersanyag, ami már újrahasznosítható és értékesíthető. Rendszeresen felmerül, hogy felesleges szelektíven gyűjteni a hulladékot, úgyis összeborítják. Akik ellátogatnak a nyílt napra, láthatják, mi is történik valójában. A papírt, a műanyagot és csomagolási fém hulladékot bár egybe gyűjtik, a válogató gépsoron és kézi válogatóban megfelelő anyagminőségű kategóriákra szétválogatják. De emellett bemutatják az MBH technológiát is a szakemberek, vagyis a nem hasznosítható hulladék lerakásra történő előkészítését, magát a hulladék lerakó depóniát és a komposzt telepet is, ahol a zöld hulladék hasznosul. Sőt, ismertetik a megyei szelektív hulladékkezelési rendszert is. Szeptember 17-én kerül erre sor. Fontos, hogy regisztrációhoz kötött, tehát aki részt szeretne venni, az ne csak úgy beessen, hanem előzetesen a honlapunkon található linken regisztráljon. A regisztráció mellett megvannak adva az időpontok is, hogy mikor, hova lehet menni. Leginkább 17-én délelőtt várjuk a látogatókat. A regisztráció során ki kell választani, hogy a nyíregyházi, a kisvárdai vagy a nagyecsedi központot szeretné megismerni a látogató, majd az alkalmas időpontot és a létszámot is meg kell adni. A szeptember 17-én nyílt napra, szeptember 14-én 16 óráig lehet regisztrálni.